Köszöntöm Önöket a mai Szubjektívben, Erdélyi Árnővel, költővel, művelődés szervezővel beszélgetek. Üdvözlöm! Kész csak! Itt vagyunk Pancsován, a Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesületben. Jelenleg milyen szakosztályok működnek és hány tagja van az Egyesületnek? Sajnos már kevesen vagyunk, de az Egyesület még állja a sarat. Mi tudjuk, hogy a magyar identitást csak úgy érezhetjük meg, hogyha a magyar kultúrát a miénknek tartjuk. Ezt az elvet tartjuk, és a képességeinkhez mérten ma azt mondom, csak a kórus működik, olykor-olykor a színjátszó csoport és a tánccsoport. Valamikor, amikor több magyar élt Pancsován, több szakosztályunk volt, és ezt büszkén hirdethetem, mondhatom, hogy a tánccsoportunk, a kórusunk a vajdasági mezőny elején állt. Sajnos sokan kivándoroltak az Egyesület tagjai közül, és ma, hát mit mondjak, nem vagyunk többen 30-nál, akik aktívak vagyunk, de a különböző előadásokon, műsorokon megtellik azért a terem. Ugye 2016-ban ünnepelték az Egyesület fennállásának 70. évét. Mit jelent ez egy olyan településen, ahol a magyarság az kisebbségben van? Az az ünnep azt sugallta mindenkinek, hogy itt a Kárpát-medence déli részén a szórványban élő magyarok még tartják magukat, és az erejükhöz mérten mindent megtesznek a megmaradás érdekében, és 1216-ban ezt hangsúlyoztuk ki, amikor hát ünnepeltünk. Akkor milyen műsorra készültek erre a jeles ünnepre? Hát akkor föllépett a már említett kórusunk, a férfi és női kórus, fölléptek a zenekarunk tagjai, elég jó népi zenekarunk van, az csak olykor-olykor lép föl, és azon kívül a tánccsoportunk is föllépett, hát persze az elnöki beszámoló egy kicsit hosszabbra sikerült, de mindegy, a 70 évet azért meg kellett ünnepelni, és ki kellett mondani, hogy mi mindent csináltunk, tettünk. Egyébként a szakosztályoknak a tagjai hova tudnak eljutni, milyen fellépésekre vagy rendezvényekre? Hát ami nálunk a folytonosságot, az állandóságot illeti, az a Durindó és a délbánáti szemle. Erre mindig, minden évben készülünk és föl is lépünk. Azon kívül olykor-olykor vendégszerepelünk a délbánsági magyar lakta településeken, vagy vendégegyütteseket fogadunk. A fiatalok azok mennyire érdekeltek itt Pancsován, hogy tagjai legyenek az Egyesületnek? Hát ezt sajnálkozással mondhatom, nagyon-nagyon kevesen vannak a fiatalok közül, akiket ez érdekel. Ezt hát nem mondhatom, hogy természetes dolog, de mivel nincsenek magyar iskolák, Pancsován megszűntek létezni, a fiatalok zöme külföldön van. Sok tagunk, már mondtam, hogy egy külföldön találta meg a megélhetési lehetőségeit.
Ugye itt vagyunk önöknél a kisteremben, úgymond kisteremben idézőjelesen, és számos plakett és oklevél van itt kiállítva. Milyen díjakat zsebelt be eddig az Egyesület? Hát azt hiszem, hogy körülbelül 60-70 elismerésben részesültünk. Minden esetre a városi díj nagyon fontos, azon kívül különböző plakettek, diplomák, stb. Tehát körülbelül 60-70 elismerésben részesült az Egyesület. És akkor ezt, ha jól gondolom, akkor főleg a kórusnak köszönhető? Hát a 70 év alatt nem csak a kórus, hanem a többi szakcsoportok is kiérdemeltek sok elismerést. Például az 50-es években az Egyesületnek volt filharmóniája. De a vajdasági megmérettetéseken mindig díjakkal értek haza. Tehát nem csak a mostani szakosztályokról van szó, hanem azokról is, akik a 40-50-es években is képviselték az Egyesületet. Ugye ezt tudjuk, hogy általában egy Egyesületben nem csak szakosztályok működnek, hanem vannak egyéb ilyen szabadidős tevékenységek is. Ez jelen van itt az Egyesületben is? Hát mondjuk meg kell említeni a könyvtárunkat. Nagyon szép könyvtárunk van, de sajnos kevesen használják. Azon kívül magyar nyelvtanfolyamokat is tartunk, amelyekre nem csak magyarok járnak, hanem más ajkú polgárok is. És köszönettel annak, mondjuk az Egyesületünkben néhány ilyen polgár is van, aki nem magyarnak vallja magát, de úgy érzi, hogy itt van a helye. Tehát ilyesmivel is foglalkozunk. Azon kívül még egy szép rendezvényünk van minden évben, az a Mikulásvárás. És akkor összejön körülbelül 30-40 gyerek, és ugyanannyi nagyszülő, verselnek, mesét mondanak a Mikulásnak, zenélnek, és ezzel érdemelik ki az ajándékot. Egyébként azt elmondhatjuk, hogy nem csak Pancsován, hanem egyáltalán Vajdaságban nagy az elvándorlás, főleg ugye fiatalok. Mennyire érezhető esetleg, hogy azóta összetartóbb a magyarság Pancsován, azt el lehet mondani? Hát az Egyesületben tényleg azok aktívak, akik itt maradtak, akik még itt vannak, úgy mondhatom. És akkor ez hány tagot számlál, és milyen korosztályban vannak? Hát körülbelül közép korosztály és ilyen fiatalok, mint én. Akkor térjünk is rá erre egy kicsit. A beszélgetésre én nem csak művelődés szervezőként mutattam be, hanem költőként is. Milyen kiadványokat adott ki eddig? Négy verses kötetem jelent meg, de úgymond 7 könyvben vannak az újjaim. Amíg még dolgoztam, a vállalatomban, a Temesduna vízgazdálkodási vállalatban megírtam annak a monográfiáját, azt szerb nyelven, de 240 oldalas a könyv. Azon kívül, amikor rájöttem, hogy kezdem felejteni az anyanyelvemet, és az anyanyelv kincséből sok gyöngyszem elkallódott, akkor elkezdtem olvasni. Több könyvet elolvastam, mondjam, sokat, és amikor úgy éreztem, hogy valamelyest visszaszereztem a gyöngyszemeket, megpróbáltam verset írni. Ez 1991-ben történt,
és egy író-olvasó találkozón itt a Petőfiben, ahol Böndör Pál is jelen volt, a helyi tollforgatók is felolvasták a verseiket, és akkor Böndör Pál az én verseimet elvitte dr. Bori Imre tanár úrhoz, és attól kezdve, hát kezdtem én is bátorságot kapni, mert az első versem megjelent a Hídban, és ez, hát mondom, fölbátorított, és akkor elkezdtem komolyabban verssel foglalkozni. Az első verses kötetem Vezeklés címmel 2002-ben jelent meg, utána az Álom és Való 2006-ban, de akkor 2006-ban megjelent Pancsován egy négy nyelvű könyv. A vajdasági vasúti forgalom 150 éve, Weber Josif az írója, de én fordítottam a könyvet magyarra. Azután 2010-ben jelent meg a Töredék című verses kötetem, majd 2012-ben az Egyesület monográfiája, és 2013-ban a Tallózás című verses kötetem. De közben ezekben az években, mivel nekem mindig jó kedvem van, én olyan vagyok, mint a, mondjuk a napóra, csak a szép időt jelzem. A hét napban és a hét napban és a szabad hét napban megjelentek a Gúny versei. Tehát a valóságot nevetségessé tettem, egy kis politika, vagy esetleg több politika is volt ezekben a versek. A Gúny versein kívül kiről és miről szól egyáltalán, vagy kinek szólnak a versei? A témát könnyű találni, ha az ember egy kicsit törekszik. A verseimet a családnak, a természetnek, mondtam már egy kicsit is a politikának is, szenteltem. A családban, hát mit mondjak, édesanyám, gyerekeim, az unokáim, ez mind téma lehetett és volt is. Egyébként manapság is ez ihleti önt, vagy dolgozik most jelenleg valamin? Talán egy kicsit belefáradt az ember, és hosszabb valamire már nem futja az erejéből. Rövid versekkel próbálkozom. Azt hiszem, hogy 4-5-6 sorban el lehet mondani egy-egy gondolatot, vagy az ember állást foglalhat, vagy kritizálhat. És azt hiszem, hogy körülbelül 200 ilyen rövid versem van, és megpróbálom rávenni az Egyesületet, hogy vállalja el a kiadói felelősséget, és azt hiszem, hogy ezt még nyírbe tudom ütni. Mondhatjuk azt önről, hogy a magyar kultúra ápolásának az elhivatottja. Mi motiválta önt eddig, és motiválja még a mai napig is? Még gyermekkoromban édesapámnak volt egy szerény könyvtára, és ott volt egy bőrkötéses Petőfi összes költeményei kötet. Édesapám, még mielőtt megtanultam volna olvasni, olvasgatta nekem a verseket, és aztán, amikor én megtanultam olvasni, hát akkor azt mondhatom, hogy költő kedvelő lettem, Petőfi kedvelő, azután a művelődéssel 10 éves koromban kezdtem foglalkozni, akkor verseltem először Pósa Lajos versét, magyar vagyok, magyarnak születtem,
stb. És attól kezdve mindig állandóan valamelyik művelődési egyesület aktív tagja voltam, vagy elnöke az egyesületnek. És hát így teltek az évek. A művelődés, hát például Kevevárán megalakítottam a Magyar Művelődési Egyesületet. Azután a délbánáti Magyar Művelődési Egyesületek szemléjét alakítottuk meg, én vagyok az egyik alapító tagja, és hát így folyt az élet. Van egy elismerés az Életfadíj, aminek ön is büszke tulajdonosa. Mit jelent önnek ez az elismerés? Hát az elismerés az mindig azt sugallja, hogy az ember tett valamit. Valami hasznosat, amit a közösség, a barátai, az ismerősei elismernek. És ez tényleg jól esik. Hát mondhatom, hogy tovább sarkalja az embert arra, hogy tovább alkosson, tovább küzdjön, tovább álljon a porondon. Mi az a következő cél, ami most a szem előtt van, amit el szeretne érni? Vagy szokott-e így ilyen célokat kitűzni, vagy csak? Hát talán már azt el is mondtam, hogy mivel tényleg a családban nincsenek gondjai. A családi fészek az áll, gyerekeim, az unokáim mind rendben van, de jó úton haladnak. Hát nekem csak ez marad még, hogy az egyesület talpon maradjon, megcsinálok, megteszek mindent, tőlem telhetőt, hogy az úgy legyen, és hát még ez az egy verses kötet, ha bejön, nagyon örülni fogok. Köszönöm szépen a beszélgetést, és kívánom, hogy még nagyon sokáig tudja ápolni a magyar kultúrát és a hagyományokat. Köszönöm szépen én is. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!